Múlt héten érkeztek meg a szerzőhöz azok a CD-k, amelyek az összegyűjtött dalanyag válogatását tartalmazzák. A hanganyag a nem sokára megjelenő könyv mellé jár majd. Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója 10 évvel ezelőtt döntött el, hogy elkezdi összegyűjteni a kalocsai szállások népdalait. 2010-11-12-13-ban történt a nagy gyűjtés, amikor körülbelül 5000 darab népdalt gyűjtöttem össze itt a környékön. Ez közel 100 adat között, pontosan mondok, a 70 és 80 közötti adat közlővel találkoztam ebben az időszakban. Ezek között ott vannak azok a gyűjtések is, amit a Zenetudományi Intézet őriz, ez valamivel több mint 1000 darab hangfölvétel, amit az 1950-es években gyűjtöttek össze különböző néprajzkutatók. Ekkor zajlott egy mozgalom, mely során az ország egész területét bejárták. A gyűjtések során feltérképezték az akkori népi kultúrát. Egy idő után betiltották ezt a gyűjtést, nagyon sok anyag el is tűnik abban az idő, vagy pontosabban szóval megsemmisítik, de hál' Istennek a hangfölvételek megmaradtak. Így lehetővé vált a számomra, hogy a 50-es évekbeli gyűjtések és a saját gyűjtéseim alapján olyan összehasonlító vizsgálatokat végezzek, hogy szakaszolni tudjam a kalocsai népdaloknak a történetét. Megpróbáltam rávetíteni a kalocsai népművészet terén folytatott vizsgálataim, ahol 6 generációt tudtam elkülöníteni, és a népdalokat ehhez passzítottam össze. Az látszik, hogy 2 generációja különíthet el a népdaloknak. A 10 éves gyűjtőmunkának ez adta az alapot. Eltűnnek azok az új stílusú népdalok, amiről Kodály beszél, viszont nem keletkezik helyettük más. Tehát a népdalok kapcsán tényleg a 24. órában vagyunk, hogyha a mai legöregebb generáció, a 70 év fölötti generáció eltűnik innen a környezetünkből, akkor ezek a dalok is eltűnnek. Hát most ez volt az utolsó pillanat, hogy meg lehetett menteni a kalocsai népdalokat. Ezek kerülnek bele a kötetbe, ebből a 5000 hangfölvételből különítettem el azt a 874 dalt, ami bekerült ebbe a kötetbe, egy hatalmas kötetről beszélünk, 1192 oldal terjedelmű ez a gyűjtemény. Hiszen a 874 darab kottát egy nagyon hosszadalmas, 160 oldalnyi terjedelmű tanulmány előzi meg. A kötet valószínűleg pár héten belül bemutatásra kerül.